Jó estét kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntöm Önöket egy jótékonysági gálaestünkön. Először is az STK képviseletében dr. Bodó Zsolt főorvos úr fog egy tájékoztatót tartani. Tisztelt jelenlévők! Örömmel fogadtam el a meghívást erre a jótékonysági délutánra. Amint tudják, a bevétellel az aszódi szakorvosi rendelőt segítő, legyen az ön szívügye is alapítványt támogatják. Miért jött létre az alapítvány? A rendelő jövőre lesz 50 éves. Az elmúlt 35-40 év alatt az állami finanszírozás soha nem volt bőséges, de kiszámítható volt. Sajnos az utóbbi 12-15 évben ez a finanszírozás egyre kevesebb lett. Közel 50-60 millió forinttal csökkent. Nem csak az aszódi rendelő járt így, valamennyi egészségügyi intézmény, kórház, rendelő hasonló helyzetbe került. Máshol egy rendelőintézetet egy nagyobb város üzemeltet, ilyen Gödöllő vagy Dunakeszi is. A betegek nagy része is ebből a városból tevődik ki. Nálunk más a helyzet. A rendelő 12 kis települést lát el, durván 38 ezer embert. Az említett városok a saját rendelőiket már évek óta támogatják, éves szinte 40-60 millió forinttal. Az iparűzési adójuk bevételéből ezt meg is tehetik. Hogy az aszódi rendelő már nem korábban jutott csődközeli helyzetbe, az annak volt köszönhető, hogy szerződéses kapcsolatban voltunk a Veresegyházi misszióval, részesei voltunk egy bizonyos költségmegtakarításos rendszernek, melyből évente 10-12 millió forintot kaptunk. 5 évvel ezelőtt ennek a rendszernek a működtetését az OEP, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem engedélyezte tovább, így a rendelő működése komoly veszélybe került. Az aszódi önkormányzat a rendelő működtetéséhez partnert keresett. A pályázatot a MedCenter Kft. Nyerte el. Sajnos az állami finanszírozás ettől még nem javult meg. Van egy központi gátja is ennek a helyzetnek. Úgy hívják, hogy teljesítményvolumen korlát. Ez azt jelenti, hogy 100%-os teljesítésig az OEP kifizeti azt, amit termelünk. A teljesítésünk pont forint értékét. 100 és 120% között már csak ennek a 10%-át. 120% fölött semmit. Az aszódi szakorvosi rendelő 134%-ot teljesített. A betegellátásnak vannak költségei, a 100% fölöttinek is, de erre alig kapunk finanszírozást. Ha csak 2-3 hetet dolgoznánk, úgy meg lenne a 100%-unk, de kinek lenne ez jó? A betegeknek semmiképpen. Így történt, hogy a rendelő és a működtető megsegítésére létrehoztunk egy alapítványt. Ezzel egy időben úgy gondoltuk, hogy a környék lakosságához fordulunk, ahhoz a 38 ezer emberhez, akiket ellátunk. Kértük a környező települések polgármestereit, hogy személyükben, illetve a testületükkel karolják fel az alapítvány felhívását, és segítsenek. Tóth Gábor polgármester úr ötlete volt a támogatói jegy. Néhány lelkes szervező és támogató segítségével először Aszódon, majd Ikladon, Galgahévízen, Domonyban, Hévízgyörkön és Kartalon volt egy-egy jótékonysági délután. És most itt vagyunk. Elmondhatom, hogy most megmozdult a Galga völgye. A csekkeken történt befizetésekből, a jótékonysági délutánok gyűjtéseiből, az Ikladi Evangélikus Egyház gyűjtéséből közel 2 millió forint gyűlt össze. De a környékbeli szakemberek, vállalkozók, iparosok is megmozdultak. Ácsok tetőt javítottak, festők festettek, mázoltak, vízvezetékszerelő javított, villanyszerelő szakipari munkát végzett, volt, aki takarított. Név szerint szeretném megemlíteni Deli József nevét, aki villanyszerelői munkát végzett, és a szükséges anyagokat is biztosította, több mint 200 000 forint értékben. Azt hiszem, hogy megérdemel egy tapsot.
Ez a szakmunka több mint 600 000 forint értékű volt. A bevételekből kicseréltük a rendelő ülőkéit, aki járt már ott, azt látta, hogy szörnyű állapotban volt, holott egyszer már, a megvétel után egyszer már megjavítottuk, kicseréltük őket, de borzasztó állapotban voltak. Szalagfüggönyt vettünk a folyosóra, az ANTS már évtizedek óta kifogásolt az anyagból készült függönyöket. Keringető szivattyút, sürgősségi táskát, kézi műszereket vásároltunk. Ez a fajta támogatása a rendelőnek azért szükséges, mert a jelenlegi finanszírozás sokszor a fizetésekre is kevés. A számláink kifizetése bizony sokszor kitolódik. Ide kapcsolódik a másik kérésünk. Azt kértük az önkormányzatoktól, hogy támogassák a rendelőintézetet havi rendszerességgel, lakosonként 80 forint összeggel. Ez a támogatás az önkormányzatok éves költségvetésének körülbelül 0,5%. Tudom, hogy minden önkormányzat pénzhiánnyal küzd, a szakorvosi ellátás pedig nem alapfeladat. De ez a támogatás önöknek szól, az önök gyógyítását segíti. A jelenlegi működtető havonta 2-3 millió forinttal pótolja az állami finanszírozás hiányát már évek óta, sokáig nem tudja vállalni. A kórházak mellett talán a járóbetegrendelőket is állami kezelésbe kívánják venni. Ha ez elégséges pénzügyi feltételekkel történne, az jó lenne, akkor az önkormányzati támogatást szüneteltetni lehetne. Ha nem, akkor hangot lehet adni az elégedetlenségnek, hiszen erre a rendelőre önök is áldoztak, és nem is keveset. Az önkormányzati támogatás lebonyolítására társulást kellene létrehozni. Ezen keresztül az önkormányzati támogatás megvalósítható. Ha ez a támogatás bármilyen okból nem jön létre, azt sajnálattal tudomásul veszük, de a kialakult helyzet megmagyarázása a lakosságnak, ez már nem a mi feladatunk lesz. Az alapítvány tervei között van mozgáskorlátozottak számára szolgáló mosdóhelység kialakítása, és a rendelő udvarán parkoló kialakításának a segítése. Terveink vannak, kérjük az önök támogatását is, a Bagi és a többi önkormányzat segítségét és összefogását. Köszönjük az eddig lebonyolított jótékonysági estek adományait, a vállalkozók segítségét. Jó voltukból egy barátságosan kialakított rendelő várja az ott dolgozókat, és ha szükségük van rá, önöket is. Köszönöm a Régió Plusz és a Galga TV által biztosított nyilvánosságot. Kérjük az önök és a többiek jó szándékú további segítségét. Végezetül a mai napon, anyák napján hadd köszöntsem a jelenlevő édesanyákat, nagymamákat, és kívánjak mindannyiuknak jó egészséget és sok boldogságot. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen dr. Bodó Zsolt főorvos úrnak. És most beszédet mond Tóth Gábor polgármester úr. Egy csókolom, jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm kedves mindnyájukat is. Két szó, a köszöntő és a köszönet az, ami köré ezt a néhány gondolatot szeretném fonni. Köszöntő nem csak a jelenlévő, hanem a Galgamente és a Magyarország és a Magyar Nemzetiség minden egyes édesanyának, nagymamájának, keresztanyának és minden egy olyan kedves hölgynek, aki majd előbb-utóbb ezt a nagyon szép titulust magáinak mondhatja. Tehát itt és most nagyon nagy tisztelettel köszöntöm nem csak a Bagi, hanem a térségünkben élő összes anyukákat, nagymamákat. Második szavam a köszöneté. Első körben azoknak az embereknek, akik ezt az együtt gondolkodást tavaly szeptemberben elindították. A 2 millió forint, vagy talán kicsivel több, ez végül is egy relatív összeg. De valójában itt a komoly nagy érték az, amit itt az elmúlt pár hónapban a galgavölgyi emberek közösen megmutattak. Azt az együtt gondolkodást, hogy felelősséggel együtt és egymásért tudnak és akarnak tenni, akkor, amikor ott annak szüksége van. Én köszönöm mindazoknak a szervezőknek, akik ebben a munkában részt vettek, és köszönöm azoknak az embereknek, akik alkalmasít nem csak a pénzüket, hanem a munkájukat, tehetségüket ebbe az alapítványba valamilyen szinten beleakkumulálták, hiszen
ez letéteményese és lehetősége annak, hogy a Galgamente egészségügyi ellátása a későbbiekben is megfelelő szinten működjön. Tavaly szeptember óta sokan és sok mindent és sokfélét mondtak az egészségügy átalakításáról. Tény is való, hogy az egész ország, de hiszem mindenki, aki televíziót néha napján bekapcsolja, a világ is olyan gazdasági helyzetben van, ahol bizony-bizony racionalizálnak, és adott esetben összevonnak bizonyos szolgáltatásokat és működéseket. Az egészségügy, mint olyan, ez sem kerülhette és kerülheti ezt el. A kérdés csupán csak az, hogy a mi esetünkben itt a Galga völgyében és Aszódon ezt hogyan tudjuk valamilyen képen megtartani, megőrizni, és egy 21. századi mondjuk elvárásoknak megfelelővé tenni. Közös felelősségünk van az elmúlt 20 esztendőről, és mindazoknak, akik adott esetben akár ezt hagyták is, hogy az STK olyan műszaki állapotba kerüljön, mint amilyenbe került. Mert ez nem két hónap alatt és nem két év alatt lett műszakilag olyan állapotú, mint amilyen. Bizony-bizony a jó gazda gondossága elkelt volna erre a házikóra, mint ahogy a művelődési háza Aszódnak nagyon szép, sok minden más is, tehát adott esetben az STK is megérdemelt volna egy kis gondozást és gondosságot. Tehát van dolgunk, hogy ebben a dologban tegyük a későbbiekben is azt, ami elvárható. Én a magam részéről, mint Bak polgármestere és a térség országgyűlési képviselője is minden fórumon és minden olyan helyen, ahol ennek lehetősége nyílik, teszem és próbálom az aszódi járás mint olyat, és ezzel párhuzamosan az aszódi STK-nak a további sorsát és létét segíteni és támogatni. Ehhez a munkához kérem az önök segítségét és támogatását, és köszönöm, hogy eljöttek, és kellemes estét kívánok önöknek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen Tóth Gábor polgármester úrnak. És most kezdjük meg mai műsorunkat. Elsőként az Iglice napközi otthonos óvoda műsorát tekinthetik meg. A Süni csoportba nagy csoportos korú gyermekek járnak. Az elmúlt tanév végén, vegyes csoport lévén, a közösségből több gyerek is megkezdhette tanulmányait az általános iskolában. Így a mostani tanévben új gyerekek is érkeztek a csoportba. A változások miatt a csoport összetétel eltoródott a fiúk javára. A gyerekek zöme már negyedik éve játszik, tanul, nevelődik együtt. Jellemző a szoros barátságok megléte, nem csak az óvodában, otthon is sokat vannak együtt. Szeptembertől már mint iskolás gyermekek kezdik meg az új tanévet. Előadásukban tavaszi anyák napi összeállítást láthatunk. Felkészítőjük Geiserné Péli Melinda és Antalóciné Kuruc Ágnes óvónők. Fogadják szeretettel.
zsápol volnék, égigérő zsápol, ástatnám a földet Isten igazából. Ha én napfény volnék, melengető napfény, minden sugaramat széllyel teregetném. Ha én harmat volnék, minden reggel és este Lábújhegyen lépnék, bársonyos füvekre. Hogyha szellő volnék, erdőn mezőn által, járnék a virágok finom illatával. Kisjány vagyok, fiú vagyok, és egyért harmat napfény zsápor, és a virág szellő is igaz jó barátom. Kisetlen tele van zsájával, zsájával, lovas katonájával. Én nézem, én látom, én közülünk, kiválasztom az én kedves páromat. Marmikának nem jutott, nem jutott, ezért megharagudott. Majd máskor juttatik, akkor nem haragudik. Kisketten tele van zsájával, zsájával, lovas katonájával. Én nézem, én látom, én közülük kiválasztom az én kedves páromat. Dávidkának nem jutott, ezért megharagudott. Majd máskor juttatik, akkor nem haragudik. Hát már nem is haragszik, a csipkakorról énekeljük, fogjuk meg egymás kezét. Zárjuk össze a lábunkat és tánc. Láttál-e már valaha csipkakorról? Csipke bokor rózsa közt, két szárma jól annak. Egyik szárma jól annak, virágesi lenne. Másik szárma jól annak, Bácsi Gábor lenne. Láttál-e már valaha csipke bokor rózsa, csipke bokor rózsa közt, két szárma jól annak, egyik szárma jól annak, virágesi lenne. Másik szárma jól annak, Bácsi Gábor lenne. Mondjuk végig, muszkintok. Féli Meli lenne. Meggyáli lenne. Egy a Babi lenne. Rácz Máté lenne, Barbás Beni lenne, Sabados Tomi lenne, Péter Petra lenne, Illés Dávid lenne, Terek Mátyás lenne, Kajári Máté lenne, Patem Beni lenne, Lukács Emil lenne, Uruc Egi lenne, Bakor Zoli lenne, Pajó Félix lenne, Erni Dávid lenne, Sünni csoport lenne. Egyet gondolt magába, ez szaladt a világba. Beültettem kis kertemet a tavasszal, rózsaszeg füliliom és rezedával. Kis titok egyenként, el szeretném adni mind, de most mindjárt. Én megveszem virágodat, ha eladod, ha az árát te magad is nem sajnálod. Beültettem kis kertemet a tavasszal, rózsaszeg füliom is rezsedával. Kis nyitak egyenként,
magadat, ha eladod, ha az árát te magad is nem sajnálod. Versenyfutás az ára, útjuk, fussunk utána, de most mindjárt. Futás! Figyelj, kezdjük föl! Elegem, teszem, pomporádi, sárga réka, kacincári, két nyára, csinnegére, eski madár a mezőre, állé, 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 fúk! Egyszem, teszem, pomporádi, sárga réka, kacincári, két nyára, csinnegére, eski madár a mezőre, Köszönjük szépen az ovisoknak. És most Kányádi Sándor kicsi falumból való versét mondja el, Angyalvirág, második osztályos tanuló, aki a költészet napja alkalmából rendezett iskolai szavaló versenyen a korcsoportjából az első lett. Fogadják sok szeretettel.
Kányádi Sándor, kicsi falumból való vers. Nagyváros, nagyváros, hol az út is járda, ott szeretnék járni én is iskolába. Villamossal mennék, mikor eső esne, cipőt sem pucolnék minden áldott este. Ellaknék én benned, nagyváros, nagyváros, mert a mi kis falunk sokszor bizony sáros. De van egy hű kutyám, s két kicsi bárányom. Búsulnék, ha tőlük el kellene válnom. Talán még sírnék is, ha senki se látja, ki járna helyettem a mi iskolánkba. Nagyváros, nagyváros, ne csábíts te engem, maradok holtomig itt, ahol születtem. Köszönjük szépen Virágnak! A második fél évben az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészoktatási Intézmény alsó tagozatos tanulói egy olvasás népszerűsítő, tehetségfejlesztő programban vettek részt, melyet a Bagi Hely Történeti Baráti Társulat és a Magyar Szak és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete is támogatott. A program során a gyerekek Kányádi Sándor költészetével ismerkedtek meg. A rendezvénysorozatot egy szülőknek tartott gálaeste zárták le, melynek két jelenetét most önöknek is bemutatják. A jelenetek címe Meddig ér a rigófüty, és a kisfiú a kíbolyát látott. A darabot felkészítette Katonáni Kovács Erika és Volterné Jamrik Éva tanítónők. Fogadják sok szeretettel. Végignézett a berkeken, a kerteken, a réteken, a csupasz-kopasz fák és kopárló gyülekezetén. No, amíg ezt felöltöztetem. Eredj szolgám, és suttog közhírja a fák és a bokrok között, hogy aki megmondja, meddig ér el a rigófüty, azt elsőként stalpig aranyvirágba öltöztetem. Illant is már a szellő, térős fordult, és szentimentással a szélsőtöktársuk törvelő. Nagy mozgás támadt a szellő nyomában, minden fa és bokor azt hitte, hogy ő aztán igazán tud válaszolni a tavasz kérdésére. A parti fűzek kihúzták öreg gyerekukat, s regényesen kezdték ödörgetni fejhelyző barkáikat. A rekedtje bokrok sem akartak lemaradni, nem is beszélve a gyümölcspákról. A megy, a cseresznye, a szilva, az alma, de kivált képpen a dió, akin egész nap füttyögni szokott a rigó. Ő ne tudná, ők ne tudnák, hogy meddig ér a rigó. De bizony, nem is tudták, el is csendesedtek valamennyien. Hát ennek feleset répa. Kereket kérdés. Kászi dió. A szilva meg sem hukkan. Ha legalább egy rigónk volna, akinek a hangjáról mértéket vehetnénk. Egy rigó! Egy rigó! Vár egy rigó fiú. De nem volt, s mert tudták, hogy a rigók a lombos fákat kedvelik, elkezdtek csöndben szorgalmasan rügyezni, levelezni. Mi az a nagy csönd odalent? A töprengés csöndje. Töprengés? Miféle töprengés? Azt kell kitalálni, meddig ír a rigófüty. És aki kitalálja, aranyvirág lesz a jutalma. Ültek és várták az eredményt. Napok vagy hetek múltán, amikor már szépen zöldet a könnyi, megjelent az első rigó is. És hová is szállt másra, mint a diófára. El is füttyentette magát.
hegyezhették a fülüket a fák, mert ebben a pillanatban innen is, onnan is felhassant a rigófű. Én megmondom, meddig ér a rigófű. Kicsoda, mondja meg! Én mondom meg. Rigótól rigóig ér, s közben körbeéri a földet. Nagyot néztek a bölcsfák, hümmögtek, és aztán belátták, hogy a bokornak igaza van. Annál is inkább, mert látták, hogy maga a tavasz is helyesülen bólogat a sombokor válaszára. És láthatták azt is, amit elnyeri méltó jutalmát, mert abban a minutumban tetőtől talpig aranyvirágba borult. Aranysárga a világ, kakukk fű, kakukk szó, kirándulni volna jobb. Fűzfa sípot faragni, fűzfalóval lovazni, álkomokron által, háton háti zsákkal, menni medve élni, este hazatérni. Különben is lopni szégyen. Szégyen? Egyenesen bűn. Még egy ilyen kis virágot is? Azt is. Kicsi szégyen, kicsi bűn. Pedig úgy szerettelek volna hazavinni az édesanyámnak. Várj meg, míg kinyílok egészen. Akkor nem lesz szégyen, nem lesz bűn? Nem. Ha megkérdezed azt a bácsit, ővé ez a kert, amiben élek. Azt? Kérni nem bűn? Nem. Nem is szégyen? Nem is szégyen. Akkor jól megvárom, amíg kinyílsz egészen. Köszönöm, de hogy ne menj üres kézzel, itt egy levelem, ezt itt haza az édesanyámnak. Kösz. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Anya, anya! Jaj, kisfiam, hol voltál ennyi ideig? Már úgy aggódtam, érted? Láttam neked egy szál ibolyát, de még nem nyílt ki egészen. Addig is ezt a levelet küldi szeretettel. Nekem? Ezt a levelet? Igen. Ez valóban ibolya levél. Ó, drága kisfiam! Olyan nagy örömet szereztél nekem. És olyan boldog vagyok, és olyan büszke vagyok, hogy az én kisfiam vagy. Miért, anya? Azért, mert te olyan kedves voltál, hogy láttál nekem egy szál ibolyát. És most Gazdabog Lárka következik, negyedik osztályos tanuló, aki a versmondó verseny harmadik negyedik osztályosok korcsoportjából az első helyezett lett. Kányádi Sándor Ének a forrásnál című versét mondja el nekünk. Fogadják szeretettel. Kányádi Sándor Ének a forrásról. Van egy forrás valahol, egy öreg erdő sátorában. Valamikor a korsommal vízért én is oda jártam. Ott anyáznak a rigók is,
közelében raknak fészket. Alkonyatkor odajárnak szarvasok és szomjas őzek. Láttam belőle kortyolni nyári napot, teleholdat. Csillaghullás idején a csillagok is mind belehullnak. Jó barátom az a forrás, bíztatott, s én hittel hittem. Sikerül az aratóknak egy csillagot kimerítnem. Kárpótlásra a csillagért, azoknak, kik várva várnak, megtanított a jég alatt is pengetni a citerámat. Köszönjük szépen! Az iskolában lehetőség van hangszeres oktatásra is. Sima István tanár úr jó voltából hamar megismerkednek a tanulók a gitárral és a furujával. Sokan már első osztály végére ügyesen és élvezettel játszanak valamilyen hangszeren. A mai rendezvényen önök is meggyőződhetnek tehetségükről. Az elkövetkezendő percekben megzenésített kányádi verseket fogunk hallani az alsós gyerekek előadásában. Felkészítő Sima István, fogadják szeretettel. Mert ma a kolomba
köszönjük szépen! Petőfi Sándor a Székelyekhez című versét elmondja nekünk Székely Bernadett, aki az 5 és 6. osztályos korcsoport legjobbja volt. Fogadják szeretettel! Petőfi Sándor a Székelyekhez. Körös körül sötét felhő az égen. Egy magányos csillag ragyogott középen. Az a csillagot a magyar nép képe, kit idegen népek vettek középre. Nagy a világ, és testvérünk nincs benne. Nincs, aki bajunkban részt venne. Dehogy testvér, a magyarhoz a világ. Ellensége minden ember, akit lát. Ha a magyar is elhagyja a magyart, nem lesz akkor olyan, aki vele tart. Úgy eltűnik, mint az égről a csillag, ha a sötét felhők ráborulnak. Föl Székely, föl közös az ellenségünk, ti nektek is az árt, aki mi nékünk. Az vert vasra titeket, aki minket, együtt törjük szét a közös bilincset, mert végtére szabadokká kell lennünk. Hadd legyen az egész világ ellenünk, bennünket, az még kétségben ejtsen, hisz velünk van az igazság s az Isten. Mutassuk meg, hogy a magyar nem olyasmi, mint a gyertya, mit el lehet oltani. A magyarnak élnie kell örökké, és nem szabad rabnak lenni többé. Föl Székely, nézz szembe az ellenséggel, kinéz vele szembe, ha nem a Székely. Hisz a Székely ősapja volt Attila, kit úgy hittak, hogy az Isten ostora. Hiába Bécs, hiába van gazságod, küldheted ránk a rácot, a horvátot. Állani fog a magyar hon. Élni fogunk szabadon. Köszönjük szépen! Az Arany János Általános Iskola Fapihe színjátszó csoportjai az idei fesztiválokon is sikerrel szerepeltek. Mind a legkisebbek, mind a felsősök, mind a diákcsoport aranyminősítést kapott az országos fesztiválokon. Kérem, tekintsék meg a Helység Kalapácsa című előadást. Petőfi Sándor azonos című művét átdolgozta és színpadra alkalmazta Fodor Éva. Előadja a Fapihe színjátszó csoport, az Arany János Általános Iskola 6-8 osztályos színjátszói. Fogadják sok szeretettel! Kik erős lélekkel bírván meg nem szeppentek a harci morajtól, halljátok!
nagyobb csend nincs a mocsárok partjainál sem, mikor a gém, bíbit, s béka elalszik. Csend valahát! De mi szörnyű zaj? Mi lármolyasztja egyszerre az egyháztenetői nyugalmát? Nem görgés! Vagy kezdően a forrás a fazékban? Nem! Ott ember mocsor! Úgy van! Ez ember alak! Hanem mi a felébre! Ásít! Ásít! Szemei törzsébe körülnéz! Körülnéz! Láb és sejt! Sejt és a fogár! Megy az ajtóhoz, megrázza a kilincsét! És rázta hiába! Éles a szívvel átlátta azonnal a dolog állását! Bezárta! S még egyszer mondotta! Bezárta! S még egyszer mondotta! Hogy szabaduljak? Kiabálni pocsára? Ha hogy ordítanék is, meghallani nem volnának képesek a falubeli fülek. Mert innen a helység majd fél órányira fekszik lenn a völgy tekenőjében. Így főzte a gondolatos seregét, feje bográsában a völgy férfiú, aki az idén már 40. szeréri meg a krumpli kapálás. Komoran nézett a híd levegőnek egy pontjára, miként a gólyamadár néz menekére a tónak, mikor a prédát lesi, melyel a kémény tetején várakozásba merült fiait megvendégelni akarja. Megvan! Aha, megvan! Rikkanta, komoly orszájára derüljött, mint kiderült például okáért a föld, mikor a nap letépi magáról a felhők amuszín ponyváját. Megvan! És a kíváncsi világ azt kérdi, mi van meg. Egyet füledet, kíváncsi világ, lantom neked elzengendi, mi van meg. S ha ekkorig aggodalommal néztél hősünk sorsának elébe, hogy ne talán zány, arcodat érette a búna könnye fürözté. Most már szemeid pilláin az öröm könnyének gyöngye ragyoghat, mert megvagyon a szabadulás terve. Jeles terv, illői okos emberhez! Sikerülni fog, és sikerülnie kell! A toronyba megyek fel! És a toronyablakon által leereszkedem a harang kötelét. De ha megkondult? Majd úgy intézzük a dolgot, hogy szólni ne tudjon. Regényes dob tetejében a helység kati részén áll a díszes pontra, amelyet sajátjának nevez Isten kegyéből és egykori férjének szorgalmából a szemérmetes Erzsókasszony, mint őt nevezünk. Erzsókasszonyom, ékes holdkerek arculatán, hogy még csak 55 év lakozik, örökös hajnalnak férje bereng. De vannak ugyan kik állíti merészek, hogy Erzsókasszonyom arcát nem a szendes szemérem, hanem a borítal festette hasonló be a hajnali pirot. De ezek csak lett a beszédek, mert Erzsókasszony nem is issza a bor. Csak úgy önti magába. Bájos valami, mint a pipacsból font koszorú, vagy mint a bakter dárdájába ütődött éjjeli holtsugár. Ennek okáit látogat előtt az egész falu népe orszorgalmatosan, hogy be se nézett már kocsma. Az igaz, Marsgos már nem is volt a faluban. Ide járt hát a falu népe, kivált vasárnapi délnek utána, és nagy mértékben vigadozott. Jelen volt közepette a vendégek seregének a helybeli lány című kántor Dorkának szárasságával, szerelembágyas kebelének tengerkinnyaival. Nem maradott el a béke barátja Bagarja urak sem, a csizmacsinálás érdemkoszorúzta művésze. Méltóságos termetű férfi, majd akkor a volt ő, mint a bajusz orrának alatta. Oldala mellett a bort szörpölte harangláb, a fondor lelkületű egyházfűnnek. Hát vajon nagykoma hol lehet? Ott van, ahol van, ha nem itten nincs, s ma alig lesz. Megnyitta közben az ajtót, s lecéles az ő hírása. S ki vagy, ki az ajtót kinyitotta így vége? Nem más, mint Vitéz Csepű Falkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója. És jöttek nyomban utána a hangászkarnak tagjai hárman. A kancsar hegedű! A kérdelmű titkolat! A bőkör sánta húzója! Vitéz Csepű Falkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója. Így adta bizonyságát ékeszólási tehetségének. Bocs! Fölfogta azonnal a szemérmetes Erzsó e szónoklat magas értelmét, és
eszközli annak teljesülését, nem fontolva haladván. Húzzál, Peti! A fűszarfi gyűjjék is üti meg áldott! Pakila, pakkanál, pakkányért, megharokra, meghalokra, a csirkék és tudott is vereben, mielőtt kinyesen szöntem, mint egy zsázott üvölcse megint. Ó, kántor uram, most vagy sohasem, miért engedni helyet kebelében a pillanat értetének, hiszen részt vett a győri csatában. Ó, te tudója szívem titkának, igaz egy betűig tartalma beszédidnek, mint igaz a szentírás, bölcsen tudom azt. De amint van okom nem hordani többé a titkolt szerelemnek életölő fájdalmát, szintúgy van okom elfojtani lelkem mélységes mélyében a titkot. Ha ez emberek ütlen, észre találnak venni, avagy ha pofon vág a szemérmetes Erzsók e szörnyű merényért, hát feleségem az amazon természetű vágya. De bátorság, aki nem mer, nem nyer, ó szólj el a haranglán, mondd meg nekem, úgy van-e vagy sem? Úgy van, kántor uram. No, ha úgy van, hát nekivágok. Ó, nagyon is jó szívű közönség! Ugye nem fogtok haragudni rám, hogyha a helybeli legszívű kántornak szerelem vallásától zárva figyelmeteket a templom tájékára sugázom, hol a leleményes eszűfogony éppen mostan ereszkül magát a harang kötelén, valamint leereszkedik a fók gyakort a szobám faláról saját vonalán. Lemolnék! Hála menjek urának! És hívvel leér! És kutya baja! Már este felé volt. A nap gombóca piroslott, valamint a paprika, vagy mint a spanyol viasz. Ó, te piros nap, miért vagy te piros? Szígyene vagy haragazni arany sugáridat megrezesíti, mint a bor az emberek orrát. Nem szégyen, de nem is haragad, csak én tudom ennek okát, én! Kik földön túli izékbe avattak. Ez részlet előjele, amely még ma lesújt a világra. Most egyenes a szemérmetes Erzsókhoz. Ó, szemérmetes Erzsókhoz, nem fogsz te sokáig várni rám. Szerelem lesz sarkantyú. Hozzád rohanok, mint malacok gazdasszonyaihoz, a kukoricát csörgetnek. Ezek voltak szavai Bagarja uramnak, a béka barátjának, de a széles tenyerű feje nagy, a helység kalapácsa, a jó napot adj Istenre, nem mondta fogadj Isten. Ó, miért kellett látnia ekkor? Miért nem született vakon inkább? És általában miért született? Ott láttál térdeperésben a helybeli látszívű kántor, a szemérmetes Erzsó 55 éves lábainál. Látványra szívét, a tiszta szerelmi szívet! Pokolbeli kínnak 136 ezer picskájához hitotta keresztül, s fölgyújtja agyvelejét a haragnak szívmasinája legott! Szemérmetes Erzsó, koronája az asszony nemnek, s kezelúja bornak, s a pálinkának. Lesz-e engedelem számomra szívedben, ha lelkem tartalmát előtt áll any merészlem? Kedvem tápolnájában a hűséges szerelemnek, az öröklétnél férnőfel hosszabb gyertyája lopok. Itt várom ígéretemet, most, rögtön ezennel mondja ki szűzajakat. A reménység zöld koszorúja övedze a homlokomat, vagy a kétségbeesésnek bunkós botja üssön agyon. Én üsznek agyon, én meg a kétségbeesés! Szólt! Nem! Megdörgött egy hang! A széles tenyerű feje nagynak hangja! Széles tenyerével megragad a legszívű kántor galériát, felésből, hogy talpasan érte a földet. Azt szemed letenni, hogy az orra is érte a földet. Én ütlek agyon! Én morzsolom össze csontjaidat, mi malomkő a búza szemed. Hogy mertél? De előbb téged volna kérdőle, ó Erzsó. Mondd meg nekem azt, hogy a hűtlenségnek fekete posztolya, vagy az ártatlanságnak pacsolat lebedült akarja a lelked.
Ó, szólj nekem erre! Ó, széles tenyerű feje nagy, helységünk kalapácsa, s csapraütője szívem hordójának! Még kétkedel? Ártatlan vagyok én, mint az izé! Lelkem, bocsáss meg, hogy kételkedni merik hűséget acélláncának álhatatosságában! Azért! Most pedig Ókátor, téged veszek elő, készülj a meglapolásra! Rémséges legyen az, valamint rémséges a bőr, mit elkövetni! Csak addig várjon, amíg egy kicsi szócskát mondok, aztán verjen kelmed a gyom, a jó nap látja! Beszéljen, Kántor, mentse magát! Bűnös vagyok egyrészt, nem tagadom, mert megszeretném lángzó szerelemmel a szemérmetes Erzsókot. Szerelmemet én titkoltam volna örökké. Elvittem volna magammal a más életbe. Ha nem vesz észre, harangláb. Ő volt kívülünk ma, az Isten tisztelet alkalmával, kelmed az álomnak karjába hajolt, és ezt javasolta nekem. Zárjuk kelmedre az ajtót, s így zárva levét, ma baj nélkül tehetem hódításaimat a szemérmetes Erzsóknál. S én balga szavát fogadám. Mit szól, Kender, harangláb? Igazolni fogom magamat! Nem mintha remegnék a Kent fenyegetéseitől, jobban felkösség a kelet az, akitől megkérjednem. Én cíkendem! Mind igaz, amit Kántor uram szólott, aki úgy mellesleg mondva gyáva, haszontalan ember, hogy ultima szórán adott. Én bújtogatám őt, hogy csapja el a kelmet kezéről a szemérmetes Erzsókot, mert én kedvet utálom, mint a kukorica gülődik. Ugye? Bizudja! Hát kend azt gondolja talán, hogy én kendet szeretem abban a macskapofájával? Micsodából? Abban a macskapofájával! Macskapofával? Hát te csundizló, aki kovácsnak tartja magát! Pedig holmi cigánytól tanulta meg a kalapálást! Hát még a mesterségemet is gyalász mered! De itt már tennem meg én, mert megállt és megkalapálnak! Úgy megüt a tölkének budogányával, hogy vére kibudjam! Elhalom, levetem, de olyan a kültetőket! Szóval is sem sem lesz, mert mind a hatalmát! Mestrom, ne félj, semmit mestrom! Itt vagyok én! A tusázókhoz te forró vérő! Merre vagarja, uram? Testépületének élő oszlopai! O, merre szalad kengyor szaladással, mint a kugli golyóbb is? Hát férfihoz illik megfutamodni a harci veszélytől? Csatabajnak hősi utalmától? A dicsőség tölt koszorújától? Ne kárhoztassuk a jámbor! A gondviselésnek választott embere ő, ki elhárítani termett a végpusztulás falujára. Avagy, ha nemek éppen cselekedik, miért hínná őt a világ a béke barátjának? Ő elnevezetnek megfelelőleg intézé tette irányát, s könnyű ünökkel iromlott az öreg bírói lakáshoz, melynek előtte állott a kaloda. Vagarja a béke barátja, alva találta a kevésszobú bírót a bölcsagastján. Ottan feküvék ez testének egész hosszában. Megdöpte az oldalbordáját, hogy az álom sűrűködét szétoszlass a szeméről. Mi baj? Baj van, bíró uram, és nagy baj. Csak talpra, de gyorsan. Ma azt nem akarja, hogy vége legyen helységünknek. Vége örökre. Kiütött a háború és dúr. A szemérmetes Erzsók csak székelőn a csatatér. Az egész falu népe egymás kaszabolja, hogy nézni iszony. Tápászkodjék föl, bíró uram, és menjünk szaporán. Mert csak bíró uram az, ki kevet gördíteni képes a rohanó romlásnak előbe. Hát menjünk. Pedig tüstént. Nem bánom. Mikor a kántorlak elébe jutottak, az Amazon természetű Márta szomszédnéjával akkor végzett a körét. Képzelni lehet, mekkora volt dühödés az Amazon természetű Mártára, amikor a béke barátra tudtára adták vérnyélet csinyát. Utána! Amidőn elérsenek a csatahelyre, iszonyunk valahol látvány látásra! A harc járt a javában! Ó, Hamlet, mi volt kérdésed, mikor megláttad atyád lelkét? Ahhoz képest, amin megijedt a helybeli lelkszívű Kántor feleségének látásán. Egy fél év passzol a lábúgy, kezeit szörökbe kinyújtta az Amazon természetű Mártához, s
az nem könyörül. Gyerünk csak! Itt a világ szeme láttán nem akarlak csupán tenni. De akkor megkapod a magadét! Szavú bíró a bölcsakatját, keményes szólásánál, de tekintélynél fogva lecsillapítál harcnak felvetegét. A Fondor legrövid, a Fondor legrövid atyászfi, s a helység kalapácsa bírói parancsra előállott, s mindkettő felterjesztette ügyét. A kevés szavú bíró a bölcs aggasztján megdorgálta keményen a Fondor lelkületi egyházfit. S a helység kalapácsát, mint kezdőjét a csatának, kalodába csukatta. Ott nyegi most fájdalmát hűsünk a kalodában, s csak azzal vigasztalja magát, hogy ellenénk megverte vitézül, s ha innen az Isten megszabadítja, megkéri a szemérmetes Erzsúkot. Ha leszek, ha fának vagy virágom, harmat vagy én virág leszek, harmat leszek, ha te napsugár vagy, csak hogy lényünk egyesüljenek, ha leányka te vagy a mennyország, akkor én csillaggá változom. Ha leányka te vagy a pokol, hogy egyesüljünk, én elkárhozom. Műsor összeállításunkat a Bagi Nyugdíjas Egyesület Rozmarin kórusa közel 4 éve énekel együtt. Aktív résztvevői Bakkösség rendezvényeinek, de Aszót kistérségi galgamenti találkozók meghívásainak is szívesen tesznek eleget. A kórus folyamatosan összecsiszolódik hangban, dallamban, példamutató összefogásban. Jelentős szerepet töltenek be a község életében, de más falvakkal is maradandó barátságokat kötnek. Az, hogy a falu meghatározó közössége lett, egyéniségük, emberiségük, hagyományszeretetük, humánus hozzáállásuk gyümölcse, munkásságuk egyik legnagyobb mozgatóereje, és mindezek eredménye. Az Egyesület előadásában galgamenti népdalcsokrot hallhatunk. Az Egyesület vezetője Balázs János úr. Kérem, fogadják sok szeretettel. Igazán szeretek, akivel az oltár elég.
köszönjük szépen a Bagi Nyugdíjas Egyesületnek. És most Galgamenti népdalokat hallhatunk Gergelyné Basapanka néni előadásában. Fogadják sok szeretettel. Nem dalol a dalos madár, nem dalol, mert a szíve fáj. Visszajön a dalos kedve valaha, de az enyém soha-soha, mert én el vagyok átkozva. Elátkozott az én nevem, senki ne törődjön velem, bánatomat elmondanám nincs kinek, csak annak a jó Istennek, mert az nem mondja senkinek. Bánatomat elmondanám nincs kinek, csak annak a jó Istennek, mert az nem mondja senkinek. Nincs én nékem, egyebe megy pohárnál, abban sincsen egyebe megy virágnál. Virágomnak az a neve, ne felejts, miért hitegetsz, ha az enyém nem lehet. Piros bagon, de széles a fő utca, Galga vize határát átkarolja. Galga vize befolyik a Zagyvába, a faluba egyedül vagyok árva. Galga vize befolyik a Zagyvába, a faluba egyedül vagyok árva. Kék pántlikát nem jó bukorra kötni, nem akar a kis angyalom szeretni, félben akarja szerelmét vágni. Ja Istenem, hogy kell eztet megszokni, jaj de bajos egy vánkuson pihenni. Aki egymást nem igazán szereti, én már tudom, mert én most is próbálom, még az ellenségemnek sem kívánom. Én már tudom, mert én most is próbálom, még az ellenségemnek sem kívánom. Ha akarok, szombat estét csinálok, ha akarok, a babámtól elválok, kimosom a szememet a nagy álmosságtól, még estére elválok a babámtól. Kimosom a szememet a nagy álmosságtól, még estére elválok a babámtól. Köszönöm szépen! Panka néni, köszönjük szépen! 3 évvel ezelőtt egy baráti társaság úgy döntött, hogy a bagiak és saját szórakoztatásukra létrehoznak egy színjátszócsoportot.
mely a Faforgács színtársulat nevet kapta. Két nagyobb darabot láthattak már tőlünk, és minden ünnepi műsoron is kisebb-nagyobb jelenetekkel képviseltettük magunkat. A közönség kérésére hamarosan egy újabb darabbal fogjuk megörvendeztetni önöket. Most viszont egy rövid kabaré jelenetet láthatnak. Lőrinc Miklós Makacs Beteg című prózáját dolgozta fel, és vitte színpadra Kustra Éva, a társulat vezetője. A Makacs Beteg szerepében Tószegi Lajost, a doktor szerepében Antal Ádámot láthatják. Jó szórakozást kívánok! Kérem a következőt. Jó napot kívánok. Van szerencsém, jó napot kívánok. Maga kicsoda? Én vagyok a fogorvos. Igazán? Nézd, figyeljen, mondok én magának valamit. Fáj a fogam. Hát ezt sejtettem, máskülönben miért menne az ember fogorvoshoz, nem igaz? Ne vicceljen, gyeretek én magához vendégségbe is. Miért valakinek a fogorvoshoz megy, annak muszáj, hogy fájjon a foga? Hát képzelj el, valaki följön hozzám, én meg odaállok, aztán úgy, buk-buk, összeütök neki egy gulyásleves. Hát nem állnak ebbi a füle? Mi a foglalkozásom? Asztalos vagyok. Hát én ezért lenne furcsa, amint asztalos, a gulyásleves főznék neki. Maga tudja. Na, akkor tessék parancsolni. Állj! Mire kerül? Hát az ugye attól függ. Más az ára a bombának, és más az ára a húzásnak. Igen? Melyik az olcsó? A húzás. Annál maradok. Mibe fáj? 2000 forint. 2000 forint? Ha maga megőrült! 2000 forint! Hát mi? Hát nem hiszem el. Hát kérem, ez az ára. Ez az ára, ez az ára. Ez nincs rá önköltsége. Hát én adok mindent. Én adom a fogat, én adom a lyukat, maga meg csak annak a változott húzójának használatát adja. Kérem, magas a házbére. Uram, az ön házbére kívülesik az én érdeklődési körömmel. Van egy ötletem. Kimegyünk a parkba, ott leülünk egy padra, ott kihúzza a fogamat. Ott nincs házbér. De kérem, ez akkor is ugyanannyibe fog kerülni. Hát dehogy nem. Nem mondhatod. Hát tulajdonképpen nem számít. Mégis mennyire gondolt, uraságod? Hát nézz, hát tulajdonképpen, hát nem tudok adni magának 1000 forintot. Na jó, ide figyeljen, hogyha már itt van. Tudja mit, megcsinálom magának 1500 forintért. Doktor úr, figyelmeztetem, velem ne próbálkozzék alkudni, mert velem nem lehet. Én nagyon makacs ember vagyok. Ha én egyszer a számom valamit kiejtek, a fene-fenét eszik annak, akkor is úgy kell lennie. Engem úgy ismernek a környéken, hogy a makacs holló. Nem hallottam még? A makacs holló. Nem hallottam. Hollóról már hallottam, de az nem volt makacs. Hanem? Madár. Az az öcsi. Ide figyeljen, doktor. Én olyan átkozottul makacs ember vagyok, hogy engemet pénzét lehetne mutogatni. És miben nyilvánul meg a makacsság? Hát abban, hogyha valamit elhatározok, attól egyszerűen engem nem lehet eltántorítani. Na, 900. Igen vagy nem? Hát hiszen az előbb még 1000 forintról volt szó. Ja, Istenem, és meg 100 forintért odáll velem vitatkoznak. Doktor úr, hát tippa más emberek volnál. Na jó van, ide figyeljen. Foglalja a helyet a székben. Na, hát már beszéljük. Kezdhetjük is. Hát már beszéljük. Nem oda, hát ide. Na, szék. Na, beszéljük. Ide tessék. Igen. A számot tárcsam ki, ugye? Mit gondol, uram? Majd a fülén keresztül fogom megvizsgálni. Na. Hol van az a fog? Hogy megy az a fog? Hát, melyik az a fog?
És én mondjam meg magam, mert ezt titok. Nem tudok, egyszer nem mondom meg, és kész. Ne vicceljen, hol van az a fog? Ezt én mondjam meg magának. Maga az orvos, magának kell tudna, melyik az a fájós fog. Hol van az a fog? Jaj, Istenem, jaj, de látom, de oda van. Hol az a fog? Hol az a fog? Na jó, van, segítek magának. Hol az a fog? A számban. Köszönöm, már azt hittem viccel. És alul van-e, vagy fölül van-e? Doktor úr, hát magának kell tudni, maga az orvos, nyomozza ki! 900 forint, még magyarázgassak is! Már 900? Hát doktor úr, hát nem, hát meg 900. Tártsa ki a száját, egy-kettő. A számot tártsam ki, ugye? Igen, a száját, tártsa ki. Ez az? Holló úr, kérem, itt annyi a rossz fog, hogy igazán nem tudhatom. Kérem, mondja meg, melyik fog a fáj. Várjon, szóljon. Ez az? Nem tudom. Maga az orvos. Hát mondja meg maga, melyik az a fog. Hogy nem? Hát 800 forint, még magyarázgassak is magának. Még én mondjam meg. 800 forint? Doktor úr, nagyon szépen kérem, ne tessék velem állandóan alkudozni. Tudja, semmit sem utálok jobban, mint az a felesleges alkudozást. De kérem, uram, én nem alkudozom. Mondja meg, melyik fog a fáj. Nem mondom. A keserű! Tártsa ki a száját. Na, ez az? Kint is van! De biztos, hogy ez volt az a fog? Lehet, hogy nem is ez a fog volt az? Doktor úr, miért tetszik önök folytani a hülyeségeket kérdezgetni? Hát képzel, hogy némának húzza ki a fogát! Na, tártsa ki a száját! Tártsa ki! Egy-kettő! Ez az! Ez nagyon fás! Ez nagyon fás! Ez a fog? Nem a fog! Húzzák! Akkor lehet, hogy nem is ez a fog volt az? Doktor úr, nem mondtam, hogy miért tetszik a hülyeségeket tőlem kérdezni folyamatosan? Én mondjam meg! 400 forintot kéne csodatni, én mondjam meg! 400 forint? Hát nem! Ide figyelj, Holló úr! Magának, vagyis nekem nem kell a maga 400 forintja. Magából nekem elegem lesz. Igazol, elég lesz 200 is. Holló úr, nekem erre nincs időm. Engem várnak a pacienseim. Magát nem várja senki. Magát már senki nem várja. Senki sem várja már. Dehogy nem. Kint várnak rám, ketten is. Igen, ám én elküldtem őket. Az egyik teljesen feleslegesen véletlenül jött magához. Őt elküldtem a mérnökhöz. Mérnökhöz? Miért? Hírat akar csináltatni. A másik meg valami hülyeséggel jött volna, hogy pénzt adott, vagy misoda. Elküldtem a francba. Maga az ember. Tártsa ki a száját! Majd tártsa ki, majd adok én magának! Ez az a fog? Na ez is kint van! Vagy ez az? Na ez is kint van! Na mondja meg, nem mondja meg! Na tárts ki a szádat! Legyen, majd nem magát, nem tudom! Tártsa ki a száját, tártsa ki... Na. Ez is meg van! Készen vagyunk, Holló úr! Végeztünk! Mehetek, doktor úr? Örüljön! Akkor sezetek, tanár úr! Jó lesz, így is meg politén voltja. Így is jó lesz. Na itt a 100 forintja. Hiszen ez 50 forint. Jó, akkor még ezt benne jövök. Viszontlátásra. Na de, Holló úr, várjon egy pillanat türelmet. Mostan már az összes fogát kihúztam. Mondja meg, melyik volt az, amelyik fájt. Az első! Következő szereplőnk Baconiné Felszegi Katalin, aki 14 éve él településünkön.
aktív pedagógusi pályájának lezárásaként 6 éven át kartali gyerekeket tanított a magyar nyelv és a történelem szépségeire. Mióta nyugdíjas sem tétlenkedik, hiszen a Bagi Hírlap egyik szerkesztője, tagja a Szinkron Nyugdíjas Egyesületnek, alelnöke a Piros Bagérta Egyesületnek és az önkormányzat szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális és sportbizottságának is külsős tagja. A mai jótékonysági esten Benedek Elek Habakuk című meséjét mondja el nekünk. Férje Benedek Elek dédunokája, gyermekei pedig az ükunokák. Ezért választotta ezt a mesét. Kérem, fogadják szeretettel. Benedek Elek, Habakuk. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, akinek volt egy igen kedves udvarmestere, akit úgy hívtak, hogy Habakuk. Valahányszor a királynak tanácsra volt szüksége, mindannyiszor Habakukhoz fordult, s Habakuk rendre igen bölcs tanácsokkal látta el. Hanem ezek a tanácsok soha se az ő fejéből pattantak ki. Ez a Habakuk ugyanis igen hamis ember volt. Amikor a király eléje tárta gondját, baját, mindig azt mondta: felséges királyom, kérek egy kis gondolkodási időt, hiszen nem akarok elhamarkodott tanácsot adni. A király ilyenkor mindig meg is adta azt a gondolkodási időt. Hanem ezt a hamis Habakuk arra használta, hogy hirtelen összehívta a palotában lévő sokat tudó embereket, eléjük tárta a király gondját, baját, s azok jól meghányták, vetették maguk között, s addig-addig törték a fejüket, míg ki nem fundáltak valami bölcs tanácsot. Avval aztán Habakuk rohant a királyhoz, s úgy adta elő, mintha saját bölcsességét mondaná. Na, meg is kapta érte mindig a jutalmát és az ajándékokat. Hanem a palota bölcsei igencsak megsugalták a hamisságát Habakuknak, és panaszra mentek a királyhoz. Felséges királyom, mondta a szószólójuk, panaszunk van a felséged udvarmesterére, Habakukra, mert bizony a tanácsokat mindig mi találjuk ki, mégis mindig Habakukké a tisztesség. Márpedig meg kell mondanom felségednek, hogy ez a Habakuk tulajdonképpen egy hatökör. Ennek még soha egy épkézláb ötlete, gondolata, tanácsa nem volt. Ha nem hiszi felséged, tegye próbára. A király igen keményen a szemébe nézett a bölcseknek, de azok állták a tekintetét, így csak el kellett hinnie, hogy igazuk van, ezért azt mondta: rendben van, próbára teszem Habakukot. És kegyelemben elbocsátotta a palota bölcseit. Aztán gondolkodott egy darabig, majd maga elé hivatta Habakukot. Habakuknak még a lába is reszketett félelmében, mert nagyon jól tudta, hogy a palota bölcsei beárulták a királynál. De a király igen kedvesen fogadta. Gyere csak, kedves Habakukom, gyere, kedves udvarmesterem, te vagy az egész országunkban a legbölcsebb ember. Úgy aztán tudom, hogy erre a 3 kérdésre, amit most fölteszek neked, biztosan erre is fogod tudni a választ. Az első kérdésem az, hogy hol kel föl a nap. A második kérdésem, milyen messze van a föld az égtől. A harmadik pedig, mire gondolok én? Na, Habakuknak még a szívverése is elállt rémületébe, mert tudta, hogy amíg világ a világ és napja tart, ő addig bizony ezekre a kérdésekre semmiféle bölcs választ nem tud adni. De azért csak kinyögte azt, amit máskor is szokott. Felséges királyom, ezekre a kérdésekre, amik nagyon nehezek, nem tudom csak úgy hirtelen a választ. A 3 kérdésre kérek 3 nap gondolkodási időt.
Jól van, mondta a király, kedves szolgám, megadom én azt neked. Eredj csak! Habakuk pedig nagy hajlongások között kihátrált a palotából. Hely, Habakuk, mondta magának, most vagy csak nagy bajban, mert a tudós emberekhez nem fordulhatsz, hiszen ők mártottak be a királynál, te meg nem tudod a választ, s talán még a király a fejedet is veszi. És ettől aztán úgy megijedt, hogy ott hagyta a palotát, de még a várost is. A város mellett terült el egy végtelen rónaság, és azon elindult nagy bánatosan lógatva a fejét. És ahogy itt ment, mendegélt, egyszer csak találkozott egy junyájjal és a juhásszal. Adjon Isten, jó napot, méltóságos uram, hát miért lógatja úgy a fejét? Jaj! Nagy az én bánatom, nagy az én bajom, panaszkodott Habakuk. De a juhász addig-addig faggatta, míg aztán csak elmondta elejétől végig az összes bánatát, gondját Habakuk. Hát egyet se búsuljék, udvarmester uram, csak cseréljünk ruhát, majd én fölmegyek a királyhoz, aztán megadom erre a három kérdésre a választ, ne féljem. Habakuk úgy megörült ennek, hogy a feje a nyakán marad, hogy egyből levette a csillogó-villogó udvarmesteri ruháját. Vállára terítette a juhásznak a subáját, kezébe fogta a botját, és billeget ballagott a nyáj után. Hanem aztán jól igyekezzék arra a nyájra vigyázni, udvarmester uram, szólt utána a juhász, mert nem akárkinek a nyája az, hanem magának, a királynak a nyája. Ő maga pedig felvette a csillogó-villogó udvarmesteri ruhát, ment egyenesen a király elejébe. A király éppen az ablaknál állt, és gyönyörködött a kertjébe, ezért csak úgy félszemmel pillantott hátra, hogy kijött be. És megismerve Habakuk csillogó-villogó ruháját, rögtön meg is kérdezte. No csak, Habakuk, ilyen gyorsan készen vagy a válasszal? Igen, felséges királyom, jött a válasz. No, hát akkor felelj arra a kérdésemre, hol kell föl a nap? Felséges királyom, a nap mindenkinek ott kell föl, ahol van. Felségednek a palotába, nekem pedig a pusztában. Pusztában? Kérdezte a király csodálkozva. Igen, felséges királyom, mert egész éjszaka a pusztában jártam, keltem, s így ott virrat rám. Na, ez jó felelet, mondta a király, hanem most azt mondd meg, milyen messze van a föld az égtől. Felséges királyom, a föld az égtől éppen olyan messze van, mint amilyen messze van az ég a földtől. Elmosolyodott a király a bajusz alatt, és rögtön föltette a harmadik kérdést. Most már csak arra felelj, hogy most mire gondolok én. Felséged? Arra gondol, hogy Habakuk áll felséged előtt. Pedig nem Habakuk az, hanem a felséged juhásza. Habakuk, az udvarmester, az én subámban felséged nyáját őrzi éppen. Megfordult a király, ránézett a legényre, s igen megtetszett neki, okos és becsületes, ábrázatos, azt mondta. Úgy? Hát akkor maradjon is úgy! És így történt meg az a csoda, talán egyetlen egyszer a világ történelmében, hogy a juhász legényből udvarmester lett, s az udvarmesterből pedig juhász, aki nem hiszi, járjon utána. Itt a vége. Fuss el véle. Köszönjük szépen ezt a csodás mesét. Műsorunkat a Moharai Elemért népi együttes előadásával folytatjuk. Az együttes 62 éve Babfalu szokásait és hagyományait állítja színpadra. A mai műsor Bagi Mulatság. Koreográfiáját ifjú Rónai Lajos készítette.
Utána Tóth Sándorné Juliska néni szólót énekel. Majd ezután az ifjúsági csoport zempléni szlovák táncokat ad elő. Fogadják sok szeretettel. Angyalom, de hiába szeretném.
piros bagi, nagy határ, nagy határ. Keskeny gyalogút vezet rajta, keskeny gyalogút vezet rajta keresztül, mégse válok el a szeretőmtől. Piros bagi, nagy határ, nagy határ. Benne kaszál a babám, a babám. Alig várom, hogy már a nap lenyugodjon, hogy a babám vállamra boruljon. Megy a kocsi két szép ló előtte, barna legény ül az elejébe, hajlós rozmarink száll az ostora nyele, én vagyok a legény szeretője. Hajlós rozmarink száll az ostora nyele, én vagyok a legény szeretője. Ez a vonat, ha elindul, hadd menjen, én utánam senki ne keseregjen. Keseregjen minden lánya babája után, én is kesergek a magamé után. Piros bagon végig menni nem merek, mert azt mondják, hogy szeretőt keresek. Mit keresnék én a bágyáva faluba? Sok legény van, minek tátott a szája. Réten, réten, réten terem Anna. Azt gondoltam, nékem nevelt anyát, de már látom, hogy nem nékem nevelt. Barna legény, felejtsd el a neve. Piros vagon van az én lakásom. A rózsámat, jaj, de ritka látom, pedig annak büszke a járása. Lassan megyen, hogy mindenki lássa, pedig annak büszke a járása. Lassan megyen, hogy mindenki lássa. I'm gonna get you.
És most szeretném megkérni Gyarmatiné, dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszonyt, egyes számú körzetünk orvosát, valamint Szászini Győri Évát, iskolánk igazgatóját, akinek ezúton szeretnénk megköszönni, hogy megszervezte ezt a csodás estét, hogy fáradjanak fel a színpadra. Kedves közönségünk, kedves összefogó és együttérző emberek, én nagyon köszönöm, hogy ennyien elfogadták a felkérésünket, és eljöttek erre az este szerepelni is, süteményt is sütöttek, a támogatói jegyeket is megvették. Higgyék el, hogy nagyon hálásak vagyunk önöknek ezért, és én itt a szereplőknek szeretnék, illetve a csoportok vezetőinek egy-egy emléklapot átadni, és megkérem őket, hogy vonuljanak ki ide a függöny elé, utána majd egy nagy közös tapsal, azt gondolom, hogy jutalmazzuk meg őket. Geizernél Péli Melindát kérem, Antalócinél Kuruc Ágnest, Angyalvirág Sárát, Katonáné Kovács Erikát, legyenek szívesek jönni a színpadra, Volterné Jamdik Évát, Gazda Boglárkát, Sima Istvánt, Székely Bernadettet, a Fakpihe színjátszó csoport képviselőjét, a Szinkron Nyugdíjas Egyesület képviselőjét, János, Gergelyné Basa Panka nénit, a Faforgák Cintársulat vezetőjét, Kustra Évát, Baconyiné Felszegi Katalint, és a Muharai Népi Együttes képviselőjét, Rónai Lajost. Kérem szépen, hogy fáradjanak a színpadra. Köszönöm szépen. Még egyszer utoljára most megszólalok. Szeretném én is megköszönni az összes szereplőnek a munkáját. 2 hét telt el azóta, hogy megszólítottak bennünket, hogy átvennénk-e a vándor zászlót az alapítvány ügyében. Összesen 8 nap telt el azóta, hogy a vándor zászló nálunk van. Azóta sikerült egy ilyen szép műsort, egy ilyen összefogást megteremteni, és én azt hiszem, hogy ez mindegyiknek, mindenkinek az érdeme, aki most itt van. Köszönjük szépen! Én azt hiszem, hogy ezzel Bag megmutatta, hogy nekik is szívügyük az, hogy az Aszódi Rendelőintézet anyagi helyzete rendeződjék. És most szeretném még azt elmondani, hogy ezzel a tavaszi roadshow forduló, illetve a rendezvények sora egyelőre a nyár telítettsége és a programok sűrűsége miatt, ami vár az emberekre, ballagások, érettségi, nyári szünetek, a szeptemberi idő a folytatásnak az ideje, úgyhogy egyelőre a vándorzászló most itt most megpihen. De nincs vége. Már jelezték, hogy számítanak és szervezik a következő
találkozót, amikor rendezvény formájában ismét összegyűlnek, és támogatásukról biztosítják a rendelőintézetet. És most szeretném bejelenteni a legfontosabbat, ami miatt itt összegyűltünk. Az alapítvány részére a befolyt összeg ebben a pillanatban 300 000 forint, amelyet Bodo igazgató úr rendelkezésére fogunk és az alapítvány részére biztosítani, átadni, amelyet önök vásároltak meg a jegyekkel. Gratulálok! Köszönjük szépen a részvételt, és mindenkinek kellemes további pihenést, és jó utat kívánok! Viszontlátásra!